Szervusztok! Rezsák Péter, kivitelező építész vagyok, és egy kérdést fogok megválaszolni, amit az egyik követőm tett fel Marosvásárhelyről. Megtisztelő, hogy innen a szomszédból is néztek engem. A kérdés az egészen röviden annyi, hogy kell-e vízszigetelés az épület alá? Nagyon egyszerű a válasz, igen. De biztos, hogy ennyire egyszerű a válasz? Szóval menjünk egy kicsit jobban bele ebbe a dologba. Egy meglevő épületnek a felújításáról van szó. Az elmondás alapján ez az épület legalább 80 éves, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább akár 100 is megvan. Ez azért fontos tudni, hogy tudjuk azt, hogy az akkori építési kultúra szerint, az építési tudomány szerint készült, vélhetően nem rossz területre, mert azért 100 évvel ezelőtt még viszonylag fontos szempont volt az, hogy olyan helyre építsék az emberek a házaikat, meg az otthonaikat, ahol normális körülmények vannak, tehát a talajviszonyok, talajvízviszonyok, a víznek a lefolyása, stb. Olyan, hogy az nem veszélyezteti különösképpen az otthont. Az is benne van, hogy azóta rosszabbak bizonyos szempontból az időjárási körülmények, mert vannak nagy villámáradások, stb. De azért elmondhatjuk, hogy az idő múlásával egyre inkább olyan telkek épülnek be, ahol rosszabbak a körülmények, és ahol már ez a kérdés nem is kérdés. Szóval van ez a viszonylag régi épület, jól megépítve, most egy teljes burkolatcsere van az épületben, ki van szedve a teljes padozat, és a kérdés az, hogy szükséges-e itt vízszigetelést készíteni. Én azt gondolom, hogy nagyon alaposan megvizsgálnám az egész épületet, a környezetét, és ez alapján döntenék róla. Mit vizsgálnék meg? Például az, hogy a vizek mennyire folynak oda, a terep milyen magas a padlósíkhoz képest, szomszédok részéről mennyire biztosította a víznek az elvezetése, nem folyik ki esetleg pont a szomszédból ide a víz. Miért mondom ezt, hogy ezt ilyen alaposan meg kell vizsgálni? A legjobb az, ha az épülethez oda sem megy a víz. Hogyha az épület körül van egy megfelelő járda vagy drénezés, bármi olyan megoldás, ami az épülettől távol tartja a vizet, akkor már jellemzően nem lesz annyi nedvesség, ami az épületen belül problémát tudna okozni. Egyszerűen, ha be is jut az a talaj pára az épületbe, akkor az ott el fog párologni, nem fog gondot okozni. Hiszen ezek az épületek azért elég sokáig jól elműködtek vízszigetelés nélkül. Mit látok ebbe kockázatnak? Mert mondhatnánk azt, hogy pif-pof, szigeteljük le, nem érdekes, nem volt eddig se különösebb probléma, leszigeteljük. Előfordulhat az, ami nagyon sokszor problémát okoz, például vályok parasztházak felújításánál, hogy a padlóba belerakják a vízszigetelést, a falak alá viszont nem kerül vízszigetelés, és az épület alatt meg annyi nedvesség azért csak van, ami fel akar jönni, hogy az elkezd bele diffundálni a falakba. És az a nedvesség, ami eddig az egész épület alapterülete alatt feljött, majd elpárolgott, az a falakba bejutva már tud gondot okozni, például olyan módon, hogy a falon le fogja tolni a vakolatot, méghozzá azért, mert a felszállított ásványi sókat lerakja a vakolatnak a pórusaiba, ezek az ásványi sók térfogatnövekedéssel jár, amikor maga az ásványi sók kristályosodik, és egyszer le fogja tolni a vakolatot. Úgyhogy ezért nem biztos, hogy erőltetném a szigetelést, különösen úgy, hogy nem tudjuk, hogy a falakban milyen vízszigetelés van. Elképzelhető, hogy van valamilyen bitumenes vízszigetelés, de az korán sem biztos, hogy jó. Úgyhogy el tudom képzelni azt, hogy ebben az esetben nem szükséges vízszigetelést csinálni az épületbe, de csak is úgy, hogy nagyon körül kell járni azt a néhány kérdéskört, amit említettem, például az, hogy a környező vizekkel mit tudunk csinálni, hogyan van kilakítva a lábazat. Például elmondta itt ez a kedves követőm, hogy a kútban nagyon mélyen van a víz. Tehát ez azt jelenti, hogy a jellemző nyugalmi talajvíz szint az 4 vagy 5 méter mélyen van, bár tudni kell azt, hogy igen komoly utat meg tud tenni a víz fölfele, hogyha ő szeretne fölfele jönni, akár egy épületnek a koszorú magasságáig fel tud törekedni a víz, tehát azért ezt óvatosan kell kezelni. Én nagyon hajlok egyébként itt a felvetett kérdés
esetén arra, hogy nem biztos, hogy szükséges vízszigetelést csinálni. Egyszerűen azért, mert egy régi épület, ami eddig is jól működött, kellő körültekintéssel, gondossággal vélhetően megoldható vízszigetelés nélkül is. Persze tudni kell azt, hogy milyen burkolatot teszünk rá. Régen raktak például hajópadló burkolatot, ami kifejezetten nem vette rossz néven azt, hogyha egy minimális párát kapott alulról. Ha lerakunk egy hajópadlót teljesen száraz környezetbe, akkor az nagyon könnyen összeszárad, sőt szinte biztos, hogy össze fog száradni. Tehát alulról egyáltalán nem baj egy hajópadlónak, hogyha nyitott a burkolati rétegre. Most egy modern burkolatnál egy betonfelületre ragasztott kerámiánál, vagy valami hasonlónál megint csak szinte teljes mértékben lezárjuk alulról a padló rétegrendet, azon nem nagyon sok nedvesség fog feljönni, elkezdi hajtani a falak fele, és hogyha a falakba belehajtja a nedvességet, akkor okozhat problémát. Tehát tulajdonképpen majdnem csak nem is az a kérdés, az, hogy most szigeteljük-e a padlót, vagy sem, hanem az, hogy mi fog történni azzal a nedvességgel, ami ott alul van. Mert önmagában egy részben, vagy rosszul elkészített, vagy átgondolatlanul elkészített vízszigetelés lehet, hogy nagyobb bajt okoz, mintha nem csinálnánk semmit. Saját tapasztalatom az, amikor a szülői házban otthon a hajópadló burkolat felbontásra került, ami egyébként eléggé elkorhat, mert ott egy elég komoly páraterhelés volt, akkor utána készült a lakásban egy bitumenes szigetelés, hanem egy akkoriban fémbetonetnek hívott adalékos betonpadló, amire került a parkettaburkolat, és ez a vegyszerrel kezelt, hát részben vízzárónak mondható beton, az olyan szinten lezárta a padló rétegrendet, hogy elkezdte a falba felhajtani a vizet, és hát saját tapasztalat, hogy a mindig is száraz szülői ház az eléggé elkezdett nedvesedni, és jött le a falról a vakolat, míg erre a megoldás az volt, hogy egy szárító vakolatot helyeztünk el, nem is kellett túl magasan, mert egy 50-60 centi magasságba tettük fel, de hozzá kell tennem, hogy a sikert nem csak ez hozta meg, hanem az is, hogy a környéket időközben csatornázták, tehát az épületek alá becsorgatott víznek a jelentősége, vagy a mennyisége jelentősen csökkent, és már így nem volt akkor a vízterhelésnek kitéve az a környék, tehát az egész környéken elmondható volt az a probléma. Illetve sajnos, amit most tapasztalunk, hogy az utóbbi 25 évben meredeken zuhan a csapadék mennyiség, és ezáltal is csökken a vízszint. És hát ez bizony a kapilláris hatásban is látszik, hogy egyre kevésbé jön fel a nedvesség. Úgyhogy remélem megválaszoltam a kérdést, hogy abszolút nem alaptalan azon elgondolkozni, hogy egy megfelelően átgondolt koncepció mentén el lehet hagyni egy régi épületben a vízszigetelést. Nem titok, a saját fiam házánál is elhagytuk a vízszigetelést, amikor egy parasztházat újítottunk fel. Egyszerűen azon koncepció miatt, hogyha 200 évig nem volt vízszigetelés, akkor most sem kell. Ha 200 évig nem volt alap, akkor most sem kell, de azokat a körülményeket, amiben ezt a házat felépítették, azokat mindenképpen rekonstruálni kell, vagy meg kell őrizni, és nagy gondot fordítottunk a vízelvezetésre, esőcsatorna készítésre, ami egyébként a régi házakon nem volt, de a régi házakon például nádfedés volt, és a nádfedés lassan engedte le a vizet, távolra dobta a háztól, és nem a fal tövébe folyt. Mert az, hogy a fal tövébe folyik a víz, az teljesen újkori találmány, amikor elkészültek ugye ezek a kiselemes fedések, cserép, pala, stb. És a fal tövébe odafolyt a víz, és innentől kezdve vizesek a vályokházak, amiket próbálnak mindenfélével szigetelni, injektálni, pedig szerintem nem ez a megoldás, a vizet távol kell tartani a háztól. Na röviden ennyit, és köszönöm szépen a kérdést Marosvásárhelyről, és tegyetek fel kérdéseket, és azt gondolom, hogy egy videóban meg fogom ezeket válaszolni nektek, és iratkozzatok fel, mert ha vannak jó kérdések, az nyilván mindenkinek hasznos,
hogyha eljutunk az 1000 követőhöz, most már nagyon közel vagyunk hozzá, mert már 750 fölött vagyunk, tehát hogyha elérjük az 1000 követőt, akkor már élő videó bejelentkezéseket is tudok csinálni itt a YouTube-on, meg tudok nektek mutatni építkezéseket, munkafolyamatokat, szóval egyre érdekesebb lesz ez a csatorna, úgyhogy iratkozzatok fel és küldjétek a kérdéseket. Drezsák Péter, kivitelező építész voltam, szervusztok!